következő produkció a 7. B-től a robotgyósnál. De először még be kell kapcsolni. Na, ki akar kérdezni tőle? Doktor, én úgy képzeltem el, hogy 2040-ben a lakásokban a csapból víz helyett sör, narancslé, bor, vagy éppen Jack Daniels fog folyni, azt szerint, ahogy én szeretném. Így lesz-e. Már Mátyás király visegrádi szökény kutyánál is megoldották, hogy fehér vagy vörös bort folyjon a kútból. A gyerek már akkor is pénzbe kerül. Az általad elképzelt csap technikailag nem lesz nehéz megalkotni, rávalót megkeresni annál nehezebb. Mi lesz a következő? Tóldor, az én gyerekem hogy fog majd tanulni? Álmában kapja meg a tudást? Vagy valami pirulát kell beszednie? Vagy esetleg tévén keresztül tanul majd? És főleg megszűnik akkor az iskola. Legyetek erősek! Iskola akkor is lesz. Tanulni is kell, csak sokkal többet, de másként. Mi lesz a következő? A videótelefont már feltalálták. Akkor lesz olyan minden lakásokban, olyan háromdimenziós telefon, amivel látni is el lehet azt, hogy kivel beszélünk. Lehetne, de minek? Itt tanárod egyetlen gomnyomással ellenőrizhetni, hogy betegen fekszel az ágyban, vagy csak a matek felmérő miatt maradt állatban. De ki akar tőle még kérdezni? Az emberek ma is szeretnek divatosan öltözködni. Olvastam? Olvastam, hogy már most is van papírruha, amit használt után egyszerűen el lehet dobni. Kérdésem, akkor általános lesz az eldobható papírruha? Ez lesz a divat, igen. De csak addig, ameddig marad elegendő áldi a papírgyártáshoz. Mi lesz a következő? Igazán, hogy nem csak mozgó lépcsők, hanem mozgó járdák is lesznek, amik elősegítik, hogy az embereknek ne kelljen gyalogolniuk. Lusta ember mindent elképzel. Ezt is. És a jövő században is lesznek lusta emberek. Csak kevesebben, mint most. Addigra talán téged is megtanítanak dolgozni. Jön. Lesz te fizetés. Lesz, de csak az kap, aki dolgozik is érte. Ki akar még kérdezni? Te Tóró, azt mondd meg nekem, milyen pályát választok, hogy a jövő nem akar el. Bármilyet, amihez kedved lesz, 10 év után súlyból megtanulni, amit szakmát kíván. Lesznek-e nudisztusoknak Magyarországon? Lesznek minden bölcsödében és óvodában is. Ha már a nudizmusnál tartunk, lenne egy kérdésem. Manapság az iskolában az egészségtan órákon tartják a felvilágosító előadásokat. Külön a lányoknak és külön a fiúknak. Akkor is külön tartják, vagy egyben? Vagy együtt, vagy külön, akkor is csak elméleti előadás lesz. Gyakorlatilag az iskolában akkor sem tartanak. Lesz a következő? Az én kérdésem rövid lesz. Meg ki állnak-e az állatok? Sok állat van kifizult, de aggodalom, hogy semmi jó. Marhák a jövő században is lesznek. Mi lesz a következő? Szóval mit csinálsz a jövő századaival álmodóknak? Olyan
feltámadjanak, ami után nem keserves az ébredés. Ne felejtjétek, a megvalósítás rád vár, rád vár, rád vár, rád vár.